nyitóbeszéd után megkérjem Pivko Krisztián barátomat, hogy biztos elment szívni egy analógot. Megkérem Krisztián barátomat, hogy a Villanypára Egyesület nevében egy másik aspektusból is ismertesse a véleményét. Köszönjük szépen, és köszöntsétek tapsal! Ez az én mikrofonom. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm én is, hogy ilyen sokan eljöttetek az őszi hűvös ellenére. És szeretném, hogyha egy pillanatra elgondolkoznánk azon, hogy itt a mécses gyújtás ugyan egy kicsit korábban kezdődött, mint terveztük, hogy a végére is érjünk. És ezek a mécsesek azokért a dohányosokért égnek, akiket megfoszt ez a törvényjavaslat, a leghatékonyabb és legnépszerűbb alternatívától, amire a dohányzást cserélni tudnák. És gondoljunk bele azokba a borzalmas következményekbe, amik azokra a dohányosokra várnak, akiknek nem adatik meg majd az, ami nekünk megadatott az elmúlt néhány év során, hogy szabadon választhassanak maguknak e-cigarettát, és szabadon dönthessenek a saját egészségükről. Kicsit több, mint 3 éve, hogy először ültem le a civil rádió várójában, dr. Zentai István és egy maroknyi forgalmazó társaságában, arra várva, hogy az elektromos cigarettáról és az ellene folytatott oktalan és jogtalan hivatali hadjáratról beszélhessünk. Sok idő eltelt azóta, rengeteg minden történt, hol bíztatóbb, hol bajósabb események, de mindvégig nagyon reméltem, hogy végül nem lesz szükség erre a mai eseményre, és ez a nap sosem jön el, de sajnos másképp alakult. Nagyon reméltem, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet házatáján csak megtanulnak olvasni és felmérni ésszel, hogy mit is ad hozzá életünkhöz és minden túlzás nélkül a világhoz az elektromos cigaretta. Sajnos ez is másképp alakult. Amíg ma Magyarországon az elektromos cigaretta ellehetetlenítése és visszaszorítása a cél, addig Angliában épp azon dolgozik az egészségügy, hogy jövőre már receptre is kaphassanak elektromos cigarettát a leszokni kívánó dohányosok. Elég éles a különbség, nem de? Magyarországon az egészségügyi háttérintézményeknek 2012 óta látványosan szúrja a szemét az elektromos cigaretta. Hazánkban a veteránabb elektromos cigaretta használók akár már 7-8 éve is használnak ilyen készüléket. Úgy látszik, hogy 3 évvel ezelőtt nem volt egészségkárosító, nem volt rákkeltő, senkit nem zavart az elektromos cigaretta. Most sem az, tudjuk, hogy nem az, de az érveiket ismerjük. Ezen intézményeknek a dohányzás témájában egyetlen feladata lenne, megelőzni, amennyire csak lehet, az amúgy megelőzhető dohányzás okozta megbetegedéseket, és csökkenteni azt a horrorisztikus 28 ezres számot, amely hazánkat a dohányzás áldozatainak éves statisztikájában képviseli. Mindezt egyféleképpen lehet megelőzni, ha az emberek nem dohányoznak. Körülbelül 20 percenként meghal egy magyar a dohányzás miatt. Mire ezt a beszédet befejezzük, nem egy honfitársunk meghalt. Tudjátok, hány ember halt meg világszerte az elektromos cigarettázás miatt az elmúlt 10 évben? Úgy van, 0, 1 sem. Az elektromos cigaretta használók dohányoznak? A kettős használók is nagyon jó úton haladnak afelé, hogy már egyáltalán ne dohányozzanak. Az elektromos cigaretta használók, ahogy ti is mondjátok, nem dohányoznak. Nem dohányzunk. Jelent ugyanakkor a egészségügyi kockázatot az elektromos cigaretta, mint a dohányzás? Minden a sajtóban terjesztett rémhír ellenére egyáltalán nem. Sőt,
akkor miről beszélünk? Úgy sajnos, igen. Mutyi 2.0-ról beszélünk. Az elektromos cigaretta társadalomra gyakorolt jótékony hatása nem hit vagy vélemény kérdése. Ez akár elemi logikával is belátható. Akinek ez kevés, az elolvashatja azokat a tanulmányokat, amelyeket a hazai intézmények megpróbálnak eltitkolni vagy kiforgatni. Elég lenne akár mennyiségi alapon megvizsgálni, hogy hány tudományos bizonyíték támasztja alá az e-cigaretta kárcsökkentő, egészségmegőrző és életmentő potenciáját. De ha tartalmilag is vizsgáljuk ezeket, az eredmény még inkább megdöbbentő. A magyar egészségügyi intézmények tényhamisítanak, csúsztatnak, hazudnak, elhallgatják, elferdítik az igazságot. Aki az e-cigaretta által diktált fejlődés elé akadályokat próbál gördíteni, az vagy idióta, vagy valamiképp hasznot húz a dohányzás miatt életét vesztő, jobb sorsa érdemes tízezrek halálából. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az én egészségemről se idióták, se lelketlen haszonlesők ne döntsenek. Úgy van! Lehet utálni az e-cigarettát. Nem kötelező senkinek használnia sem az agyát, sem a lelkiismeretét, erre törvény nincs. Az egészségügy szereplői között viszont semmi keresnivalója ezeknek az embereknek, mert önző, ostoba álmok futásukkal beláthatatlan károkat okoznak. Egy épeszű egészségügyi apparátusban nincsen keresnivalója az olyan ludditáknak, mint a Demjén Tibor vagy Horváth Ildikó. Ludditák! Akik alig burkoltan voltak épp dohányzásra buzdítják a lakosság egyharmadát. És nincs keresnivalója az olyan báb döntéshozóknak, mint Beneda Attila vagy Ónodi Szűz Zoltán, akik süketek az érintett tömegek hangjára. Szándékosan nem használom a doktori címüket, mert aki szánt szándékkal árt embertársai egészségének, az erre méltatlan. A szaktárca szerint nincs bizonyíték rá, hogy az e-cigarettával hosszú távon le lehetne tenni a cigarettát. Hazugság! Bizonyíték kell. Itt vagyok, itt vagyunk. Megkérdeztetek egyetlen hazai e-cigaretta használót is, hogy leszokott-e? És ha igen, hány éve? Egyet sem. Három év alatt nem sikerült egyetlen egy hazai elektromos cigaretta használót sem megkérdezni az egészségügyi háttérintézményeknek arról, hogy mi is ez az elektromos cigaretta, és mit jelent az életükben. Nem létezik, hogy ne tudnák, hogy hazugságra épül minden érvük, ahogy az sem, hogy ne tudnák, hogy azzal, amit most tesznek, súlyosan ártanak azoknak az embereknek, akik egészségének a védelme a feladatuk lenne. Lelkiismeret furdalás nélkül ártanak annak a közel 200 ezer magyar e-cigaretta használónak, akiknek sikerült fordítaniuk sorsukon ennek az eszköznek köszönhetően, és ártanak annak a több mint 2 millió magyar dohányosnak, akiken segíthetne ez az eszköz. És ezeket az embereket mi fizetjük. Mi fizetjük, hogy korlátozzák szólásszabadságunk, hogy korlátozzák az egészségesebb élethez való jogunkat, a szabad választáshoz való jogunkat, és végtelen cinizmussal a halálba küldjék dohányosok tömegeit. Érinthetetlennek hiszik magukat, de ez nem lesz sokáig így. A tudományos bizonyítékok meggállíthatatlanul szaporodó tömkelege, az Angliában és Belgiumban tapasztalható pozitív hozzáállásbeli változások mind-mind annak az előszele,
hogy hamarosan a tények tükrében vállalhatatlanná válik majd a tudományos tényhamisítás és hazudozás. És az elektromos cigarettát üldöző ortodox, ostoba egészségügyi demagógia össze fog omlani. Remélem, hogy ezt nem kell megvárnunk, és Áder János köztársasági elnök úr és az alkotmánybírák megakadályozzák ennek az esztelen és kártékony hazugságokra épített törvényjavaslatnak a hatályba lépését. De ha nem, akkor se feledjük, nem fog ez örökké tartani. És mi akkor is ott leszünk, hogy a tetteseket és cinkosaikat elszámoltassuk. Kitartást kívánok minden gőzlértársamnak és minden minket ellátó forgalmazónak, hogy átvészelhessük ezt a néhány kellemetlen évet, ha ránk köszönt. Dohányosok, sem nem késő, sem nem ciki kipróbálni az elektromos cigarettát. Ha nekem 20 év és napi 4 doboz cigaretta után bevált, akkor mindenki jó eséllyel indul. Addig tegyetek próbát, amíg megtehetitek. Hamarosan itt vannak az ünnepek. Lepjétek meg egymást egy megbízható strapabíró készülékkel, egy jó felújítható kazánnal, ami hűtársatok lehet, ha mégis beüt a baj. És történjék bármi, senki ne térjen vissza a dohányzáshoz, ne adjuk meg nekik ezt az örömet. Köszönöm szépen!